Így zajlik egy véradás, ami ha jól ütemezett, körülbelül egy órát vesz igénybe a megérkezéstől a befejezéséig. Mindenki lehet véradó, aki elmúlt 18 éves és egészségesnek gondolja magát. A nyári időszakban különösen fontos, hogy minél többen elmenjünk akár a szervezett véradási akciókra, akár a területileg illetékes véradó szolgálatokhoz, hogy a vérellátás ebben az időszakban is egyenletes legyen. Így a nyári időszakban még fontosabb az önkéntesek szerepe. A nyári viradások, a szabadságolások, illetve a szezonális munkák, mezőgazdasági munkák miatt mindig picit problémásabbak, mint az év egyéb időszakában. Elsősorban azért, mert a rendszeres viradóink a szabadságukat töltik, vagy pedig a kerti gyümölcs, gyümölcsbetakarításhoz, zöldségbetakarításhoz kapcsolódó nagyobb munkálatok szólítják el őket a véradásokról. Ilyenkor fokozott megszólítással, véradó kampányokkal, személyes telefonos megkereséssel fogunk a, a, donorokhoz fordulni, hiszen nagyon fontos, hogy a szervezet véradásaink ilyenkor is sikeresek legyenek, hiszen az egészségügy a nyári időszakra sem áll meg, életmentő műtétekre, illetve a gyógyításhoz szükséges vérre arra nyáron ugyanúgy szükség van, mint az év többi időszakában. Aki vért szeretne adni, nyomon tudja követni a véradás.hu oldalon azokat a helyszíneket, ahol az aktuális véradások zajlanak. A Vörös Kereszt munkatársai azonban arra törekszenek, hogy mindenki a lakóhelye közelében tudja ezt megtenni. Vannak azonban egyéb alternatívák is. A Vörös Kereszt a nyári hónapokban az átlagosnál általában több véradást szervez, illetve részt vesznek különböző rendezvényeken és fesztiválokon is. Akár fesztiválokon, falunapokon, rendezvényeken lehet véradással találkozni, tehát hogyha valaki előre gondolkodik, akkor még mielőtt a szórakozásra tenni a hangsúlyt, előtte akár megmenthet három életet is. A donorok aktivitása azért is fontos, mert a vér csak vérrel pótolható. Az egészséges emberek egy része pedig csak akkor ismeri fel ezt, amikor saját magának vagy egy hozzátartozójának lenne rá szüksége.